Azért Edinát kértem fel erre a feladatra, mert évekkel ezelőtt, amikor találkoztunk, akkor annyira szívből beszélt, és annyira őszintén szerette volna átadni azt az értéket, ami benne van, hogy azt gondolom, hogy ő tökéletes nektek lépésről lépésre megtanítani, hogy hogy tudtok egy több ezer fős előfizetői közösséget felépíteni, és hogy tudtok nekik megfelelő értéket adni szívből. Sziasztok, én Kulcsár Edina vagyok, és én vagyok a Közösségépítés Klubnak a szakértője. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és segíthetlek téged is ezen az úton. Egy kicsit hosszú lesz, de pont azért, mert hogy próbálok minden apró részletet megosztani, így a saját tapasztalataimon keresztül. Eleve az egészet ott kezdeném, hogy manapság eljutottunk egy olyan pontra a világban, hogy tényleg egy brutálisan felgyorsult világban vagyunk, és lényegében, hogyha valaki nincs fent akár Facebookon, akár Instagramon, akkor olyan, mintha nem is létezne. Hogyha belegondolunk, hogy szeretnénk megnézni egy adott személyt, vagy több információt kapni róla, vagy akár egy adott szolgáltatás, vagy egy terméket, akkor szerintem mindannyian tudjuk, hogy az az első, hogy megfogjuk a kis telefonunkat, és beütjük vagy az Instagramra, vagy a Facebookra. Úgyhogy bizony a közösségépítés, és ugye maga ezeknek az oldalaknak a kezelése, sajnos vagy nem sajnos, ez manapság már elengedhetetlen. Én 2013-2014 körül kezdtem el ezzel az egésszel foglalkozni. Hát akkoriban még abszolút nem üzleti szemmel néztem erre az egészre, hanem pusztán azért, mert már akkoriban is azért előnyt jelentett, hogyha egy ilyen oldallal rendelkeztem. Én egyébként modellként kezdtem úgymond a karrieremet, és alapvetően azért szerettem volna egy ilyen oldalt létrehozni, mert sokkal gyorsabban és gördülékenyebben tudtam bemutatkozni az adott castingok előtt az adott partnereknek, vagy akik ugye olyan lányokat kerestek, akik a saját kampányuknak megfelelő. Úgyhogy én oda töltöttem fel a portfóliómat, és ezen keresztül próbáltam egy picit gyorsabban haladni ebben a világban. Ezt követően jelentkeztem a Miss World Hungary-re. Nagyon sokan nem tudják rólam, de én alapvetően nagyon nem szerettem ezeket a közegeket, nevezzük így. Mindig is egy fiús lány voltam, és mégis érdekes, hogy szépségkirálynő lett belőlem. Tehát egy annyira nem éreztem magamhoz közel ezt a világot, de mégis úgy voltam vele, hogy valamit valamiért, és édesanyám mindig erre az oldalra szánt, de leginkább a szívem miatt, mert mi a szépségkirálynői fogalmat soha nem a szépség oldaláról néztük, hanem sokkal inkább a belső értékek oldaláról. És lényeg a lényeg, tehát jelentkeztem, mert úgy voltam vele, hogy modellként sokkal inkább tudok majd előrébb jutni, hogyha mondjuk egy ilyen címet fel tudok mutatni. Aztán annyira jól sikerült ez a szereplés, nevezzük így, hogy Magyarországot képviselve Londonba 2014-ben a Miss World, ugye ez a világ legrangosabb szépségversenye, második helyezett lettem, amit még soha nem ért el magyar lány, előttem azt hiszem, hogy a 28. helyezett volt egyébként a legrangosabb helyezés, amit elértek. És igazából ez volt az a pont, ahol nagyon felfigyeltek rám a médiában, és én is azt láttam, hogy megfogtam a telefonomat, és konkrétan lemerült pár perc alatt, mert hogy olyan sokan követtek be egyszerre, hogy nem is tudta lekövetni a telefonom akkoriban, és azt hiszem, hogy ilyen 20-30 ezer volt, hogy körülbelül 24 óra alatt bekövettek, tehát nagyon hirtelen, nagyon sok követő lett az oldalaimon, és én igazából akkor láttam, hogy az Instagrammal érdemes foglalkozni, mert azt láttam, hogy sokkal jobban megugrott egyébként az Instagramon a követő számom, mint mondjuk a Facebookon, pedig alapvetően én a Facebookba fektettem egyébként több időt. Én azt gondolom, hogy manapság sokkal valahol könnyebb, valahol nehezebb, de én inkább a könnyebb oldalát szeretném kihangsúlyozni, szóval sokkal könnyebb egyébként közösséget építeni, pont azért, mert most már rengeteg platform létezik erre. Régebben az én időmben, ugye most 10 évvel ezelőttről beszélünk, akkor szerintem egy picit nehezebb volt ilyen szempontból, mert még nem volt annyira elterjedt ez a forma, sőt, akkoriban még magáról az influencerkedésről sem hallottunk, tehát én is csak így belecsöppentem, és egyszer csak rám húzták, hogy na én az vagyok, ugye ez magyarul véleményvezért jelent, és manapság én azt látom, hogy annyira mindenki fogja a telefonját, és nyomja a telefonját, és ezen keresztül tájékozódik, ugye a social platformokon keresztül. Én azt gondolom, hogyha az elkövetkezendő tananyagokban elhangzottakat el tudod sajátítani, és be tudod illeszteni a mindennapjaidba, és tényleg az életed részévé válik, tehát tényleg nekem egyébként ilyen nagyon rutinszerű bár ez az egész, akkor elképzelhetetlen, hogy ne épüljön ki egy olyan közösség, amilyet te szeretnél.
Én tényleg azon leszek, hogy minden tudásomat átadjam, és egyébként, amikor megkaptam a felkérést, akkor a családom megfogalmazta nekem azt a kérdést, hogy nem félek átadni minden tudást, hogy esetleg akkor tényleg mindenkinek a kezébe így átadom ezt az egészet, amit én ugye sok év tapasztalatával szereztem. És erre azt mondtam, hogy nem. Egyrésztről nem vagyok az irigyfajta ember, tehát hogy én szeretem megosztani a jó dolgokat, mert mást miért osztanék meg a sikertől, hogyha tudok segíteni. A másik oldala pedig az, hogy én azt gondolom, hogy ez két dolgon múlik. Az egyik nyilván a szorgalom, és az, hogy az elkövetkezendő fél évben átadott tananyagokat tényleg mennyire tudja az ember elsajátítani, illetve mennyire szorgalmas. A másik oldala pedig egyébként egy ilyen kicsit emberibb oldal. Tehát, hogyha mondjuk egy szakács átadja a tudását valakinek, vagy megtanítja, az nem biztos egyébként, hogy el fogja tudni ugyanazokat a sikereket érni, mert nagyon-nagyon sok komponensből áll össze szerintem ez az egész. De, hogyha már itt ülsz, és ezt az egészet nézed, akkor az már mindenképpen egy nagyon-nagyon jó dolog, mert áldoztál arra, hogy fejlődj, áldoztál arra, hogy tudj megfelelő közösséget építeni, és én tényleg minden erőmmel azon leszek, hogy ezt elérjük közösen. Naponta minimum fél órát ráfordítunk erre az egész közösségépítésre, és elemezzük az oldalakat, és az azon belüli lehetőségeket, vagy hogy mit tudunk leginkább így a magunkénak érezni, akkor már mindenképpen egy nagyon jó úton vagyunk. Nyilván minél többet foglalkozik az ember ezzel az egésszel, annál jobb, ez szerintem egy ilyen aranyszabály mindenben. Igazából az a legfontosabb talán, hogy ezt az egészet tényleg egy ilyen rutinszerű dologgá alakítsuk. Tehát, hogy ne az legyen bennünk, hogy felkelünk, és akkor úristen, ez egy kötelező dolog. Szerintem akkor fogunk tudni együtt közösen olyan sikereket elérni, amiről álmodsz, hogyha ez tényleg szívből jön, és rutinná válik az életedben. Ahogy ez a milliómos klubban itt lenni szokott, most az a rész következik, hogy mit üzennénk a fiatalabb kori énünknek, hogy mivel tudnánk időt spórolni magunknak, mondjuk a mostani tudásunkkal. Hát én egy kicsit más jellegű ember voltam, tehát hogy én nagyon nehezen fogadtam egyébként a javaslatokat, bár ha fogadtam volna, akkor lehet, hogy sokkal előrébb tartanék, úgyhogy remélem, hogy ti megfogadjátok, amit most mondok, bár alapvetően, hogyha már itt ülsz és ezt a videót nézed, akkor azt gondolom, hogy már most egy hatalmas lépést tette, mert hát akkoriban, amikor én voltam, akkor annyira nem voltak még elérhetőek az ilyen jellegű kurzusok, vagy hogy odaülj a gép elé és tanuljál másoktól, de én mindenképp azt javasolnám magamnak, hogy menj és tanulj a nagyoktól, hallgass meg mindenkinek a véleményét, próbáld meg összeollózni azokat az információkat, amit te a magad oldaláról fontosnak tartasz, úgyhogy remélem, hogy én is fogok tudni ilyen fontos dolgokat mondani, amiket majd implementálni tudsz ebbe a közösségépítésbe. Ahogy ez a többi szakértő esetében, úgy nálam is 6 modulból álló folyamaton haladhatsz végig, és modulonként 12 lecke lesz elérhető. Ez természetesen egy alapozó tanfolyam folyamat csak, úgyhogy a későbbiekben is fogunk természetesen különböző információkkal és tananyagokkal készülni.